Ezeket a tasakokat egy Olaszországba tartó kisbusz utasánál találták a pénzügyőrök Záhonynál. Az átvizsgálás során az ukrán férfi többször próbálta elrejteni, végül azt mondta, a földön találta az zacskót. A helyszínen elvégzett gyors teszt alapján kiderült, a tasak amfetamin származékot tartalmaz. A NAV szakemberei bűncselekmény alapos gyanúja miatt feljelentést tettek az illetékes rendőrkapitányságon. De nem csak ezt a szert próbálták illegálisan becsempészni a határátkelőnél. Röggen vizsgálat buktatott le egy ukrán testvérpárt, aki kamion sofőrjeként a kamion padlózatába a zárt szelvények közé próbálták meg elrejteni az 5000 doboz cigarettát. Ez egy átalakított padlózatú tehergépjármű volt. Természetesen ezeket röggennel vizsgálják át a kollégáink, így Záhonynál ezt is megtalálták. 4,5 millió forint értékű cigarettát rejtettek el, egyébként a kiszabott bírság pedig 9 millió forintra dukál. Egy másik vámvizsgálat során egy harmadik ügyben is feljelentést tettek a pénzügyőrök a rendőrkapitányságon. Egy ukrán férfit ellenőriztek Záhonynál a pénzügyőrök, akinél éles fegyvert találtak. Kesztyűtartójában, a hátsó ülés kesztyűtartójában helyezte el ezt az éles fegyvert, éles lőszerrel betálazott fegyvert. Egyébként még emellett 28 darab lőszert is találtak. A férfi bármilyen rejtés nélkül helyezte el a gépkocsijában, tehát bármikor használhatta volna akár ezt a lőfegyvert. Természetesen ezt lefoglalták a pénzügyőrök, illetve a továbbiakban eljárást kezdeményeztek ellene, a rendőrségnek adták át az ügyet. Fegyvert egyébként tartási engedéllyel lehet szállítani a határon, de nem éles lőszerrel töltve, valamint külön elzárt táskában kell tárolni. Itt az áhonyi ellenőrzésnél az ukrán férfi azt mondta, engedélye ugyan van, de Csehországban felejtette.